Lezárult a sok szempontból rendhagyó 2020-2021-es tanév. A legtöbb iskolában megtartották a ballagásokat is. Erről is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Hetvenhét évvel a tragédia után gyász istentiszteletet tartottak az izraelita temetőben. Újra várták a főzőcsapatokat, laska ételek versenyeztek a hétvégén. És hét város 22 csapatának mintegy 220 focistája vett részt idén a mini EB-n. A Ceglédi Városi Televízió hétfői híradóját látják, jó estét kívánok! Idén újra gyász istentisztelettel emlékeztek a holokauszban meggyilkolt zsidó származású ceglédiekre. A városban élő közösséget 1944. júniusában deportálták. A tragédia évfordulóján hajtottak fejet a több mint 500 áltatlan mártír emléke előtt. Idén rendhagyó módon nem az izraelita imaházban, hanem az újvárosi izraelita temetőben. A ceglédi gettóba zsúfolt zsidó származású, illetve vallású embereket 1944. júniusának elején szállították át Kecskemétre, ahonnan később a haláltáborokba deportálták őket. Az országban az elmúlt és a következő hetekben erre a tragédiára emlékeznek. A gyász istentiszteleten, amelyen részt vette a magyarországi zsidók hitközségének országos és területi elnöke is, most nem az imaházban, hanem az izraelita temetőben tartották meg. Itt emlékezett a 77 évvel ezelőtt történt tragédiára Róna Tamás főrabbi. 77 évvel ezelőtt Auschwitz, Birkenau, Hemnó, Sobibor, Majdanek, Treblinka haláltáborok, amelyek elnyelték a szeretteinket, a családtagjainkat, a ceglédi hitközség színejavát. Valamennyien tudjuk, hogy akikre emlékeznek, azok élnek. Él a név, él a cselekedet, él az életpálya és a történet, fogalmazott. De emlékezünk arra is, mi történt 77 éve, hogy újra ne történhessen meg. Emlékezünk arra, hogy volt egy kor, amikor a humánumot, az emberséget, a tíz parancsolat alapvető igéjét csizmás lábak tiporták el. S ma 77 évvel a holokauszt után az emlékezés mellett a legnagyobb feladatunk, hogy a következő esztendőben, a következő év során biztos, hogy az életünkben lesz lehetőség, hogy tanítsunk arról, hogy szakadékokat zárjunk be, hogy emlékeket őrizzünk meg. A munkaszolgálatra el nem vitt ceglédi férfiakat és az otthon maradt nőket, gyerekeket 1944. június 17-én deportálták. Először Kecskemétre, a téglagyárba hurcolták őket, majd Auschwitzba, ahonnan a legtöbbeknek nem volt visszatérés. Az egykor 670 főt számláló ceglédi közösségből 540 honfitársunk nem tért vissza, meggyilkolták őket. Véget ért a tanév, minden iskolában megtartották vagy megtartják a napokban a ballagásokat. A végzős diákokat búcsúztatták pénteken a gimnáziumban is. Az intézmény vezetője beszédében arról is szólt, rendhagyóak a körülmények, kevesebb a vendég, de nagy az öröm, hogy legalább ezt az eseményt megtarthatják. Boldogan és felszabadultan vonultak péntek délután a gimnázium végzős diákjai az épület udvarára. Nagy esemény volt számukra, hiszen annyi elmaradt program után végre találkozhattak és együtt búcsúzhattak el a ballagáson tanáraiktól, az iskolától és persze egymástól. Mindenki tudja, ez a ballagás most nem olyan, mint általában. Kicsivel később tartjuk, hogy hallottátok a búcsúzó szövegben is. Kevesebb alsóbéves van körünkben, a vendégek nem jöhettek be az épületbe, folytathatnánk még ezt a felsorolást. De ezek ellenére is nagy öröm az egész iskolának, hogy itt lehetünk, mert most megünnepelhetjük a végzőseinket. Az elmúlt 4-5, illetve 8 év gyorsan elrepült, és főként az utolsó időszak tele volt izgalmakkal és megpróbáltatásokkal is. Erről már az egyik végzős diák beszélt. Ez az évfolyam más volt, mint a többi. Minden osztály külön világ volt, mégis könnyen megtaláltuk egymással a közös hangot. Szeretném azt mondani, hogy minden évfolyam társamat jól ismertem, de ez így nem lenne igaz.
Az utolsó két évünk, amelynek az összetartozásról és a közös élményekről kellett volna szólnia, szinte végig otthon, a kamera előtt telt. Az addigi életteli napok unalmassá, egyhangúvá váltak, és a közös programok, mint a diákdíj választás és a hagyományos szalagavató is elmaradtak. Éppen ezért nagyon örültek, hogy a ballagást, bár rendhagyó módon mégis megtarthatták. Meglepett vagyok, hiszen nagyon jól esik, hogy végre ezt meg tudtuk tartani a szalagavató elmaradása után, és újra együtten az osztály, újra együtt vagyunk mindenki, és ez nagyon jó érzéssel tölt el. A diákok igyekeznek bepótolni mindent, ami elmaradt. A ballagás előtti estén a szerenádot is megtartották, most pedig már a banketre készülnek. A legnagyobb megmérettetésen már túl vannak, így csak az érettségi bizonyítvány átvétele van hátra, ezzel pedig végleg hátrahagyják gimnazista éveiket. A BEM iskola majd 90 diákja is elballagott pénteken, bár sokan közülük visszatérnek az iskolába. Vannak, akik az érettségi megszerzése, és vannak, akik a technikum miatt maradnak még az iskola falai között. Az elmúlt tanévből alig két hónapot töltöttek a diákok az iskolában, így nagy öröm volt már a visszatérésük is. Az pedig, hogy a ballagási ünnepséget is megtarthatták, tovább fokozta az örömöt, mondta az intézmény vezetője. Nagyon örülök, hogy végre visszajöhettek, és ha egy kicsit másképpen is, tehát különleges formába és különleges időpontba, de megszervezhetjük a ballagást. Most úgy érzem magam, mintha április 30-a lenne, holott már a tanulóink túl vannak az érettségi vizsgákon, illetve a szakmai vizsgákon. A ballagók tehát már túl vannak a legnagyobb megmérettetéseiken, az érettségin vagy a szakmai vizsgákon, és egy meglehetősen furcsa és nehéz tanéven. A digitális oktatás diákoknak és pedagógusoknak egyaránt kihívás volt. Ez mindenki számára eléggé stresszelő helyzet volt, tehát nagyon bonyolult volt ezt az érettségit letenni, de ennek ellenére is egészen sok diáknak sikerült, és akinek nem sikerült, azzal sincs semmi probléma, mert a javításon biztos, hogy át fognak menni, tehát azzal nem lesz semmi probléma. Mindezek ellenére még ennek a tanévnek is voltak örömteli és vidám pillanatai, mondja a közszolgálati ügyintézőként végzett Jászmin. Számomra ez a 4 év nagyon-nagyon jó év volt, és az 1 év, ami ki volt esve, az se akkora probléma, mert egy élmény volt látni az osztálytársaimat és a tanáraimat is látni ilyen reggeli göncben, meg pizsamában, tehát egy élvezet volt, csodálatos volt ez az 1 év. És a pedagógusok is mindent megtettek azért, hogy minél zökkenőmentesebben és eredményesebben menjen a tanulás, mondja. Turza Márk számára is sikeres volt az év, egy szakmai tanulmányi versenynek köszönhetően mentesült az írásbeli vizsga alól. Jeles bizonyítvánnyal zárhatta az évet. Ő is egyike azoknak, akik viszont a ballagás után is maradnak az intézményben. Maradok érettségizni, plusz 2 év, aztán elkezdődik a nagybetűs élet, és így tovább. Ebben az iskolában egyébként 88 ballagót vártak az ünnepségre, rajtuk kívül még 44 technikus is most végzett itteni tanulmányaival. 45 csapat nevezett idén az újra csak rendhagyó módon megrendezett laskafőző versenyre. Tavaly csak annyit találkoztak a szervezők a készítőkkel, míg az ételeket átvették. Idén már egy kisebb piac is kinyithatott a Kossuth téren. 2022-re pedig már egy 7 országra szóló laskafesztivált terveznek, így fogalmazott a rendezvény szervező, Kossuth Művelődési Központ vezetője. Ezt a 300 literes bográcsot most vásárolta a művelődési központ azért, hogy ezután ebben főhessen majd mindig a város laskája. Hiszen idén végre már ezzel is készülhettek a főzőversenyre és a mini laska piacra. A bográcsban az Imregi családi vendéglőnek köszönhetően már jó időben főtt a finom étel, amelynek kiosztásában a térség országgyűlési képviselője és a város polgármestere is tevékenyen részt vett. Mindketten örömmel mentek ki a Kossuth térre, hiszen jól látni, hogy újra kezd élettel megtelni a város. Itt a Kossuth téren, ha nem is olyan tömeggel, nem is annyian, mint ahogy a Füldőnél szoktunk, ott ugye 10 000-es tömeg is van adott esetben, vagy még több is, főleg, hogy van egy jó koncert is még fűszerként, meg ugye itt a főzőcsapatok sem jöhettek ide, hanem 45 csapat otthon főzte meg az ételét, és úgy hozták ide, vagy hozzák folyamatosan a zsűrinek. Tehát én azt mondom, hogy valami az ilyen elindult, reményeink szerint nem lesz már több ilyen pandémiás helyzet, és akkor csak ugyan visszaállt az élet a rendes medrébe, a rendes kerékvágásba. Nagyon boldog vagyok, hogy több hónap szorongás, félelem után a pandémiát legyőzve
itt lehetünk, együtt lehetünk, örülhetünk egymásnak, jókat beszélhetünk, beszélgethetünk, és egy nagyon finom ételt tehetünk, tényleg nagyon jól sikerült, úgyhogy ez egy örömteli esemény, és bízom benne, hogy nem fog változni a későbbiek folyamán se. Egyre több rendezvényt tudunk majd megrendezni, és nagyon remélem, hogy szeptemberben egy nagyon kiváló Kossuth napokkal a régi hagyományt felelevenítve még nagyobb társasággal tudunk együtt lenni. Hiába az enyhítés a korábbiakhoz hasonlóan lehetetlen lett volna megszervezni még a hagyományos Laska Fesztivált. Ráadásul a város szabadtéri rendezvényei eddig sem a megosztottságról szóltak. Nem szerették volna, hogy adott esetben a rendezvény nagysága miatt védettségi igazolványra legyen szükség. Erről már a rendezvény szervező Kossuth Művelődési Központ ügyvezetője beszélt. A hagyományt viszont folytatni szerették volna, így született meg a rendhagyó Laska főzőverseny és a hozzáillesztett Laska piac ötlete. Piciben, de próbáljuk a hagyományt tartani, megélni és továbbadni ezt a Laska hagyományt. Ugye maga a hírvédjegy is kötelez bennünket erre, hogy nem mehetünk el mellette, és holnaptól elkezdjük szervezni a hét országra szóló Laska Fesztivált 2022-re, ami biztosan nagyot fog szólni. Természetesen a főzőversenyhez zsűrit is hívtak, melynek elnök már korábban is kóstolta a ceglidi verseny ételeit. Nagy örömmel tért vissza a városba, és kóstolta a 3 évvel ezelőttinél véleménye szerint még finomabb ételeket. Bernát József azt tapasztalta, hogy most már jóval bátrabban használták a versenyzők a sót, ízesebb ételek születtek. Arról is kérdeztük, hogyan látja a modern, trendételek mellett mennyire készülnek még hagyományos fogások is. Bernát József pedig nem csak választ, de még egy ötletet is adott a leendő versenyzőknek. Az a szerencséjük, hogy a Laska az egy jó bográcsos étel. Tehát, hogyha valaki bográcsol és nem pörkötöt készít, akkor lehet, hogy a második a következő. Talán még egy paprikás krumpli az, ami még úgy bekerül a bográcsba, de szerintem a harmadikként tud, hogy egy lebbencs kerülne bele. És ami nekem így izgalmas még, hogy amit még nem találtam itt, vagy nem láttam itt, hogy nálunk egyébként, én kunhegyesi vagyok, van, aki tojással készíti. Tehát eddig még nem láttam még olyan laskát, amire egy kicsit tojást is ütnének. Tehát amikor elkészül az öreg lebbencs, akkor utána az utolsó pillanatban, még mielőtt tálásra kerülne a dolog, akkor egy sós felvert tojást csak így rádobni, mint egy omlet, és akkor azzal átforgatni, az picit még szaftossá is teszi, hogyha nem melegszik túl. Az most nekem most hiányzott meg. A zsűri természetesen nem csak kóstolt, döntött is. A legjobb klasszikus laskaleves kategóriát Mészáros Maca nyerte meg. Egyben övé lett a Vándor Serleg is. A legjobb öreg lebbencs kategóriában az első a Slambuc bajnok néven nevező Bán Katalin lett. A legjobb Laska kicsit másként kategóriát pedig Dr. Forrester, vagyis Erdődi Péter és csapata nyerte. Úthibákat javítottak ma a Kossuth-Ferenc utcán, a város minden évben ütemezetten végzi a kátyúzást, ma a Kossuth-Ferenc utca parkolói kerültek sorra, a Teleki utcától a Kossuth térig mindkét oldalon. Mint minden évben, idén is javítja az önkormányzat az úthibákat. A meleg aszfaltos technológiával végzett kátyúzást ütemezetten végzik. Ma a Kossuth-Ferenc utcán dolgoztak a Flaster Kft. Munkatársai. A Teleki utcától kezdve egészen a Kossuth térig haladva a parkolók úthibáit javították mindkét oldalon. Köszönik az autósok munkák alatt tanúsított türelmét és megértését. Hét közepétől jön az idei nyár első hőhulláma, csütörtöktől mindenhol 30 fok felett lesz a hőmérséklet. A kánikula megviselheti főleg az idősebb vagy szívbeteg emberek szervezetét. Rövid híreink következnek. A hétvégi hidegfront után napról napra egyre melegebb lesz. Olyannyira, hogy a hét második felétől már az országban mindenhol 30 fok felett lesz a hőmérséklet. Hétvégén van, ahol 36-37 fokos kánikula, igazi strandidő várható. A szívbetegeket és az idősebbeket viselheti meg leginkább a gyors melegedés, hiszen a szervezet még nincs hozzászokva a nagy hőséghez. Ez lesz az idei nyár első hőhulláma, és a meteorológusok szerint több hasonló is várható még. Hétvégén az Aquapark is kinyitotta a Budai úti fürdőnél. 18 csúszda várja a strandolókat, köztük az egyik a Dragon nevű, ami igazi bátorságpróba, hiszen 16 méter magasból 60 km/órás sebességgel lehet csúszni. A fürdőbe és az Aquaparkba is csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni. A sorbanállás elkerüléséért mostantól bevezették az online jegyvásárlási lehetőséget szombat és vasárnapi napokra. Ezzel a jegyvásárlási móddal gyorsabban és könnyebben megy a beléptetés a fürdőbe és a csúszdaparkba egyaránt.
folytatódik, sőt a duplájára emeli a településfásítási program keretösszegét az Agrárminisztérium. Ezzel Magyarország legnagyobb belterületi fásítási programja valósulhat meg. A 10 000 fő alatti települések regisztrációja néhány napja indult. Összesen 24 ezer sorfát igényelhetnek a falvak. A térségbeli települések közül több is részt vehet a programban, így Csemő, Jászkara, Jenőt, Köröstetétlen és Újszélvás is. A nyertesek 19 fafajtából választhatnak településenként minimum 10, maximum 30 sorfát. Az igénylés az előzetes regisztrációt követően július 5-én indul majd, a faültetések pedig idén ősszel, illetve jövő tavasszal valósulnak meg. A településfásítási programra az igényléseket önkormányzatoktól, illetve a településen működő állami, önkormányzati és egyházi intézményektől, valamint civil szervezetektől várják. A cegrédi nyomozók fogtak el két drogfogyasztót és egy terjesztőt a múlt héten Bagon. A Pest megyei rendőrfőkapitányság, illetve a megyei főügyészség kérte fel a cegrédi rendőrséget és a járási ügyészséget az intézkedésre, illetve az eljárás felügyeletére, tájékoztatta híradónkat a cegrédi járási ügyészség vezető ügyésze. Hónapok óta tartott az a felderítő munka, amelynek eredményeként egy bagi benzinkútról állított elő a cegrédi rendőrség egy 35 éves mendei férfit, aki nem sokkal korábban szokásos adagjáért fizetett. Nem sokkal később újabb fogyasztó került az előállító, majd a kihallgató helyiségbe. Kábítószer birtoklása vétségének megalapozott gyanúja miatt indult ellenük eljárás. Az elfogás és a bűncselekmény sem a cegrédi rendőrkapitányság illetékességi területén történt, így megkerestük a cegrédi járás vezető ügyészét, akitől azt a tájékoztatást kaptuk. A Pest megyei rendőrfőkapitányság jelölte ki a cegrédi rendőrkapitányságot, az eljárás felügyeletére pedig a Pest megyei főügyészség a cegrédi járási ügyészséget. U15-ös országos bajnokság helyszíne volt a hétvégén a Mizsei úti tollaslabda csarnok. A korosztály elitje vívott kiemelkedően színvonalas mérkőzéseket, így fogalmazott a döntők napján a Tollaslabda Szövetség elnöke, Kapitány Péter. A verseny döntnökeként és természetesen a Magyar Tollaslabda Szövetség elnökeként is nagyon örömtelinek tartja, hogy egyre több verseny helyszíne lehet a cegrédi tollaslabda csarnok, mondta Kapitány Péter elnök az U15-ös országos bajnokság hétvégi versenyén. Kiemelten fontos az a korosztály, hiszen ők lehetnek és lesznek a jövő felnőtt tollaslabda kiválóságai. Egy olyan sportágban, amelynek népszerűsítésére folyamatosan nagy figyelmet fordítanak, mondta Kapitány Péter. Mi ezen, erre nagyon sok munkát és nagyon sok figyelmet fordítunk, hogy egyre népszerűbb legyen, hogy minél több fiatal, minél több gyereket tudjunk elérni és megszólítani a tollaslabdával. Mi nagyon hiszünk benne, mi nagyon szeretjük ezt a sportot, és mi ezt a szeretetet, ezt az örömet, amit a gyerekek is ebbe át tudnak élni, ezt szeretnénk mindenkinek megmutatni, mindenkinek átadni, hogy minél többen jöjjenek játszani. Mindemellett pedig természetesen meg kell teremteni az edzések és versenyek feltételeit is. Ez pedig nem kis feladat. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ugye azt mondom, hogy ebbe az esetben az összes többi sportággal kell versenyeznünk, ugye mind a utánpótlás játékosok terén, mind a anyagi támogatások terén, és azt mondom, hogy a helyiek terén is, ugye egy más sportágak jóval nagyobb támogatásban részesülnek, úgyhogy nyilván nekünk a saját adottságaink, a saját körülményeinkből kell kihozni a legjobb teljesítményt, vagy a legjobb minőséget. Több programot is indítanak, és több terv is megfogalmazódott már arra, hogy egyre több fiatal tudjanak megszólítani, egyre jobb feltételeket tudjanak biztosítani, és egyre több csarnok épüljön. Az U15-ös korosztály legjobbjait felvonultató országos bajnokságon egyébként ugyan a DKSK színeiben játszó, de cegrédi versenyző is pályára lépett. Tóth Kuti Kinga ráadásul első cegrédiként országos bajnok lett, most vegyes párosban. Hétváros 22 csapatának mintegy 220 amatőr focistája vett részt idén a mini EB-n. Minden csapat most is egy-egy országot képviselt, olyan országot, amely a nagy EB-n is pályára lép idén. A Zsengellér Gyula sporttelepen tartott kispályás bajnokságot végül Oroszország színeiben a Bild & Csap Holding Kft. Csapata nyerte. Mi
Miközben Európa nagy pályáin javában zajlik az Európa-bajnokság, Cegléden már véget is ért. Igaz, kisebb pályán, kevesebb nézővel, de annál nagyobb lelkesedéssel. Újra lezajlott ugyanis a mini EB. 2016-ban rendeztek először ilyet. Több mint 200 amatőr sportolót és persze a sportpályára érkező nézőket köszönthette a térség országgyűlési képviselője, Földi László és a város polgármestere dr. Csáki András is. Az esemény szervezője Kőházi Ádám elmondta, számára is különösen fontos ez a rendezvény, hiszen annak idején ő álmodta és szervezte ezt meg. Amióta viszont városi sportkoordinátor lett, nem volt lehetősége másra, mint online események szervezésére. Most azonban újra megtelhetett a Malomtó széli pálya, ráadásul sok visszatérő csapattal, sportolóval. A magot mindig adja a dühöngő bajnokságnak a csapatai, ugye ami a város által magot ingyenes bajnokság ugye már sokadik éve, 2015 óta, ők mindig jönnek. Ott viszont ugye általában a fiatalabb korosztály szokott lenni annak köszönhetően, hogy ugye betontalanul játszunk, és azt a felnőtteknek már nem nagyon bírják, meg nem nagyon szereti ugye az izületük. Na, ők mindig ki szoktak ide jönni, akik korábban a városi bajnokságon részt vettek, úgyhogy ők mindig itt vannak. Illetve elmondottam, hogy Budapestről is rendszeresen jön egy csapat, Kiskunfélegyházáról is már többedik, sokadik alkalommal volt itt egy csapat. Úgyhogy vannak visszatérők, de mindig vannak újak is, aminek nagyon örülünk. Ahogy korábban, most is a csapatok nem azt a nevüket használták, amelyen adott esetben más kispályás bajnokságokon, versenyeken indulnak. Sorsolás után eldőlt, mely országot képviselik a pályán. Ez egyébként egészen különleges hangulatot is ad a megmérettetésnek, mondta Kőházi Ádám. Nagyon élvezik a csapatok, hogy ugye nem a saját nevükben indulnak, hanem valamik válogatottnak a nevében. Főleg ugye, aki kérte, az olyan mezben is tud játszani. Hát izgalom szokott lenni, mert egy-két országot szeretnek elkerülni. Most van, ezek nem jutottak ki, úgyhogy ez miatt nem kellett izgulniuk, úgyhogy mindenki megkönnyebbültek, de ez miatt szokott menni mindenképp az rika, hogy ki melyik országban van. Mindenki nyilván szeretne Magyarország lenni, vagy a népszerű csapat, de nagyon különleges tud lenni egy Ukrajna vagy egy Észak-Macedónia is. Úgyhogy ez mindig jó hangulatot szokott adni a rendezvénynek. A 2021-es mini EB dobogójának harmadik fokára Ausztria színeiben az Árpád FC. A másodikra Anglia színeiben a B oldal csapata állhatott. A mini EB első helyezettje pedig Oroszország, vagyis a Build & Jump Holding Kft. Csapata lett. A jó hangulatú verseny résztvevői természetesen éhen sem mehettek haza, a város laskájával is megvendégelték őket a fárasztó nap után. Ezek voltak friss híreink, már is jön a háttér, abban vendégem Londonból Palásti Tibor séf lesz. Viszontlátásra!